Úr, szeretettel köszöntök mindenkit. A mai alkalommal egy olyan témát vettem elő, ami szerintem alapvető volna. És most mindenki gondol arra, ami éppen eszébe jutott, hogy mi volna alapvető téma. Én arra gondoltam, hogy egy kicsit a Jézus várásról beszélnék. Tehát a mi nevünk adventisták, adventistának valljuk magunkat, azokat az elveket követjük, remélem, hogy nem csak kevésbé, hanem többé is, vagy inkább 100%-osan. Bevezetésként egy idézetet szeretnék olvasni Ellen White-tól a Nagy Küzdelem című könyvből, az Isten népe megszabadul fejezetből. Nem sokára megjelenik keleten egy kicsiny fekete felhő. A távolból sötétnek látszó felhő körülveszi a megváltót. Isten népe ebben a felhőben felismeri az ember fia jelét. Ünnepélyes csendben figyelik a föld felé közeledő, egyre fényesebb és dicsőségesebb felhőt, míg nem nagy felhő lesz belőle, fehér felhő lesz belőle, amely megemésztő dicsőségként fénylik. Felette a szövetség szivárványa ível. Jézus hatalmas győzőként lép elő. Most nem a fájdalmak férfiaként jön, hogy kiígya a szégyen és szenvedés keserű poharát, hanem a menny és a föld győzteseként, élők és holtak bírájaként, aki hív és igaz, aki igazságosan ítél és hadakozik. Ugye, ahogy az előbb mondtam, adventistának valljuk magunkat, és nevünkben hordozzuk azt, hogy Jézus visszajövetelét várjuk. Szerintem sokszor elfeledkezünk Jézus dicsőséges megjelenéséről, de ezt inkább a saját magamra szeretném vonatkoztatni. A mostani történések, amik a családunk körül történnek, azok valahogy ezt igyekeznek elhomályosítani, és többször nem gondolok rá, mint ahányszor gondolok. Valahogy úgy érzem magam ebben az időszakban, mint a mag, ami a tövisek közé esett, és jó visszaerősíteni ezeket a gondolatokat, hogy Jézusnak a megjelenését várjuk. Az alapigénket olvassuk Titushoz írt levélben, második fejezet, 13. vers. Pál apostolnak a Titushoz írt levél. Második fejezet, 13. vers így szól. Várvánom a boldog reménységet, és a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusunknak dicsősége megjelenését. És valóban ezt jó volna mindig várni, és mindig a szemünk előtt tartani, hogy ne felejtsük el a célunkat, a nevünket, hogy kik vagyunk, hova tartozunk, merre megyünk. És a mai délelőttön ezt szeretném egy picit körbejárni. Bizonyára nem lesznek újdonságok azok, amiket mondok, de azért jó úgy összefoglalni. Jézusnak a megjelenését már sokszor várták a világtörténelemben. Onnan jutott eszembe, hogy nagymamám szokta mondani azt, hogy ezret írunk, ezret nem, hogy a második ezer évet már nem írjuk, talán hallottad te is, hogy még egyszer az, hogy leírjuk, hogy újabb ezre, az már nem. De hát most itt vagyunk, 2017-et írunk, és már lassan ez az év is eltelik, és mégsem jött el Jézus. Sokan 2000-re jósolták a Jézus megjelenését. Én úgy gondolom, hogy ez csak a vallásos körökben volt egy picit talán divat, de a világnak a szemléletét vagy a gondolkozását jobban lekötötte az, hogy vajon mi történik a számítógépekkel, amikor az 2YK változás az hogyan fog érvényesülni, vagy hogyan következik be, mert a számítógépeket nem úgy tervezték, talán a programozók sem, hogy a 2000-es vagy a 2000 utáni dátumokat is le tudja írni, mert az első karaktert, a két évszázadot jelentő szám karaktert azt elhagyták.
De nem lett vég a világnak, minden folyik, folyt azután is tovább. Vagy volt egy ilyen, amikor világvégét jósoltak, a 2012, amikor a maja naptár zárult le, de hát ez is csak egy ilyen dolog volt, ami fals volt és hamis riasztás, mert hát gondolom a maja naptár ez kör volt, és egyszer körbeír, és valahol vége kell, hogy legyen. Tehát az nem örök naptár volt. Lehet, hogy kezdődik újból, ki tudja, az annak a kultúrának már nincsenek képviselői a világon. A 90-es évek elején kaptam egy könyvet postai úton, és egy, nem is tudom igazából, hogy ki írta, de adventista szálai voltak, vagy gyökerei voltak ennek az írónak, magyar volt, amelyben már egy fix dátumra hivatkozott, és azt mondta, hogy akkor fog eljönni Jézus. Na most, amikor fix dátumot hallunk, hogy mikor jön el Jézus, az már eleve legyen gyanús, mert úgy tudjuk a Bibliából, hogy azt emberek nem tudják, egyedül csak az Atya tudja ezt a dátumot. A másik, ha visszafelé haladunk a történelemben, akkor 1843-44 környéke volt, amikor nagy Jézusvárás volt. Az Egyesült Államoknak a lakossága akkor 20 millió volt, és körülbelül minden tizedik ember Jézus második visszajövetelét várta is, és őszintén. És ezek az emberek fölkészültek, és olyan önvizsgálatot, és nem is tudom, hogy hogyan lehetne megfogalmazni, végeztek, hogyha eljött volna Jézus, akkor tudta volna őket üdvözíteni. Annyira megtisztították magukat, és annyira készek voltak arra, hogy Jézus eljöjjön. Először 1843-ra várták, aztán pontosították az időpontot 44-re, és azt is pontosították októberre. És hogyha visszamegyünk a történelemben, akkor az ezres év környékén várták Jézust, hogy 1000-ben jön vissza, akkor nem jött, akkor 1030-33. Ezeknek nem volt semmiféle bibliai alapja, ezek csupán a számoknak az érdekessége lehetett, és nem tartom magam szempontjából, vagy jónak azt, hogy különböző kerek évszámokhoz kütünk valamilyen eseményeket, ugyanis a tízes számrendszerben ez van. De mi van egy hatos számrendszerben? Vagy mi van egy 12-es számrendszerben? Ugye ezek a számrendszerek valamikor éltek, vagy a 60-as számrendszer. Gondoljunk arra, hogy 60 egységre van felosztva a perc, az óra is 60 egységre van felosztva. A magyar nyelvben is él az, hogy a 12-es számrendszer, ugye a tucat kifejezés, a németet meg az angolt nem is kell már említenem, az elf, ugye, a 11, és a, igen, és a 12 is, és 12-nek is külön neve van, ugyanúgy, mint az angolban. Tehát ezek mind csak a számoknak az érdekessége, de ebben nem volt semmiféle bibliai alap. A tanítványok Jézus mennybe menetele után a saját életükben várták vissza Jézust, és arra hivatkoztak, vagy arra gondolhattak, hogy amikor olvassuk apostolok cselekedeteiről írott könyv első fejezet 11. versét, ott azt mondta az angyal nekik, hogy amint felment, úgy fog visszajönni, és ezt látni fogjátok. Hát ők az ő életükben várták vissza Jézust. De nem csak Jézus második visszajövetelét várták, hanem már az elsőt is. Ugye Anna meg Simeon volt az, aki várta. Akkor pásztoroknak jelentek meg angyalok, meg az angyaloknak akara. Olvasunk napkeleti bölcsekről, akik eljöttek a kis Jézusnak tiszteletüket tenni. Figyelték az egeket, a csillagokat, és látták, hogy megjelenik egy, és azt követték. De hát mehetünk vissza egészen Ádámhoz és Évához. A bűnesetünk után kapták az ősevangéliumot, és
Kainnak azért ezt a nevet adták az elsőszülött gyermeküknek, mert ennek a névnek az volt a jelentése, hogy nyertem fiat az Úrtól, vagy nyertem fiat az Urat. És ők hittek abban, hogy meg fog születni a Mesiás, úgy gondolták, hogy már akkor ott, hiszen az ember türelmetlen, szeretne minél hamarabb eredményt látni. Ők úgy gondolták, hogy ez az első gyermek már Jézus lesz. És menjünk még visszába az időben. Vajon ki az, aki várta, hogy eljöhessen, és akkor ebben már meg is adtam a választ, hogy Jézus volt az, aki, és a Szent Háromság, hogy megalkották a megváltási tervet, megalkották azokat az elveket, ami szerint az embert meg lehet váltani, és Jézus várta azt, hogy mikor jöhet el. Péter apostol első levelében olvashatjuk azokat az igéket, hogy előre el volt készítve a megváltási terv, és ez olyan volt, hogy nem értette mindenki, angyalok vágytak beletekinteni ezekbe a történésekbe. És így maga Jézus is tudta azt, hogy mi fog történni egykor, és sajnos be is következett. Milyen szomorú lehetett látni azt, hogy Évát becsapta a kígyó, leszakította a fáról, evett a gyümölcsből, adta Ádámnak is, és az is evett. És milyen szomorú lehetett a Fiúisten számára az, hogy most az a terv, amit lefektettek, azt most elejétől végig be kell tölteni, be kell teljesíteni. Hogy ezt a tervet végre kell hajtani pontról pontra. És ez a számára nem kényszer volt, hanem a szeretet. Nemrégiben olvastam egy mondást, hogy Jézust nem a szegek tartották a kereszten, hanem a mi bűneink, és a mi irántunk való szeretete. Ha tovább megyünk az időben, és most visszafelé jövünk a mikorunkig, milyen csalódás lehetett Ádámnak és Évának az, hogy akik őt úgy gondoltak, hogy ő lesz a megváltó, ő lesz a bűnükért a szabadulás, az nem, hogy megváltó lett, hanem gyilkos. Hogy Kain nem úgy élt, ahogy ők szerették volna. Nem tudom, hogy a tanítványoknak mekkora csalódás lehetett az, hogy sorra halnak meg, és nem jön vissza Jézus. Meghal Pál apostol, meghal Péter apostol, meghal Jakab, ugye őt is lefejezik, és akkor sorolhatnánk, akiről nem is tudunk, hogy milyen Andrásról tudunk még, hogy egy másfajta keresztre feszítették föl. De milyen rossz lehetett nekik, hogy múlik az idő, és Jézus még mindig nem jön. És nekik úgy tűnik, hogy meg kell halni. Lukács evangéliuma 10. fejezet 20. versében olvashatunk, hogy nem azon kellett volna nekik örülni, hogy Jézus megjön, vagy nem jön meg, hanem az, hogy azon örüljetek, hogy a ti neveitek fel vannak írva a mennyben. 1033, 1030 is csalódás lehetett. Nem tudom, hogy akkor hányan is, mennyien várták komolyan Jézus Krisztusnak a második visszajövetelét. Nem ismerték a Bibliát kellőképpen, talán a millennium ragadhatott meg a gondolatokban, de azért reménykedtek, hogy Jézus visszajön. És a legnagyobb csalódás az 1844-es időszak volt, amiről a könyv is szól, amiről fejezeteket szoktunk meghallgatni. Ez lehetett a legnagyobb csalódás a történelemben is, erről megemlékezik maga a Biblia is, úgy, hogy van egy kis könyv, amit az emberek megesznek, szájukban édes lesz, de a gyomrukban keserű. És ez a nagy csalódás bekövetkezett, amikor fehér ruhákba öltözve lelküket
megtisztítva emberek kínáltak a mezőkön, és várták, hogy Jézus jön vissza. És óriási csalódás lehetett az, hogy nem jött, és ilyenkor mindenki, hát nagyon sokan, sokukat csúfolták később a 90%, hogy na, akkor mi van a hitetekkel, mi van avval, hogy Jézus visszajön, akkor most ez mind butaság volt, meg hogy hihettetek ebben. Évekig tartó készülődés, jövendőlések tanulmányozása, sátoros összejövetelek, és azután nem semmi. Fel kell a nap, és Jézus sehol sem. És akkor gondolkoztak azon, hogy átírni a dátumot, újból kiszámolni, valami történik, de aztán később rájöttek arra, szerencsére, hogy ez egy mennybéli esemény volt, ami a Földön nem látható és nem érzékelhető. És nekem nem volt csalódás az a könyv, amit olvastam, vagy belelapoztam, inkább ami a 90-es évek elejére jövendölte a Jézus visszajövetelét. Nem okozott nekem csalódás a 2000. év sem, nem okozott csalódást a 2012. év sem. És összegezve elmondhatjuk azt, hogy 6000 év óta, sőt még 6000 év előtt mindig várta és várja valaki Jézus második visszajövetelét, vagy Jézus eljövetelét. Méghozzá örvendezve várták. Örültek annak, hogy Jézus eljövetele egyre közelebb és közelebb van. Ádám és Éva, amikor látták azt, hogy Évának egyre nagyobb és nagyobb a hasa, hogy fejlődik benne egy kis emberke, örültek. Örültek és örvendeztek azon, és ezt a nevet adták, mint ahogy mondtam, hogy Kain, hogy nyertük a fiat, az urat. A tanítványok örömmel várták, hogy visszajön Jézus, és hatalmas lendületet adott az ő munkájuknak az, hogy megláthatják azt, hogy Jézus visszajön. Ők nem gondolták azt, hogy közte, ki tudja mennyi időt, akár 2000 évet is pihenniük kell a Földben. De örömmel dolgoztak. Gondolom, hogy örömmel várták az ezer év környékén is Jézust, és örömmel várták 1843 és 44 környékén is, és mindenkit próbáltak megnyerni az ügynek, hogy ők is fogadják el ezeket a gondolatokat. Kiderült a szente igazsága. Várván a ma boldog reménységet. Nem tudom, hogy vagytok vele, ha erre gondoltok, milyen érzések töltenek el, ha arra gondoltok, hogy Jézus nem sokára visszajön. Én örülök annak, hogy jön, örülök annak, hogy közel van. Nem tudom, hogy mennyit érzékeltek a világnak a változásából, abból, hogy az emberek egyre rosszabbak. Azt, hogy egyre több gonoszság van a Földön, ami nagyon sokféleképpen nyilvánul meg, és nagyon sokat hallhatunk arról, hogy mi mindent találnak ki az emberek, hogyan próbálják írtani egymást, milyen problémák fordulnak elő, és még lehetne tovább sorolni. A természeti katasztrófák és mindenféle. A jelek egyre inkább arra mutatnak, hogy Jézus jön vissza, és hogyha azt látjuk, hogy maga Jézus is mennyi problémáról és bajról és nehézségről ír, akkor ezt nekünk nem úgy kellene venni, hogy jaj, milyen nehéz lesz, hanem az, annak kellene örülni. És az az evangélium ebben, hogy amikor az egész világon hirdettetik az evangélium, akkor jön el a vég. És valóban a vég az nagyon sok embernek véget jelent. De azoknak az embereknek, és remélem, hogy mindannyian közéjük tartozunk, amikor eljön Jézus, az nem a véget jelenti, hanem a kezdetet. Egy újnak és egy jónak a kezdetét, amire már nagyon-nagyon régóta várunk.
És hogyha abba belegondolunk, hogy 6000 év óta várják Jézust különféle módokon, különféle időkben, különféle időpontokban, és még mindig nem jött el, akkor megkísérthet esetleg az a gondolat, amit Péter apostol második levelében olvashatunk, harmadik fejezet, harmadik verstől az ötödikig terjedő versben. Tehát Péter apostol második levele, harmadik fejezet, 3-5-ig. Tudván először azt, hogy az utolsó időkben csúfolódók támadnak, akik saját kívánságaik szerint járnak. És azt mondják, hol van az ő eljövetelének ígérete, mert amióta az atyák elhunytak, minden azonképpen marad a teremtés kezdetétől fogva. Mert kész akarva nem tudják azt, hogy az egek régtől fogva voltak, és a föld, amely vízből és víz által állott elő Isten szavára. Hát igen, ezeket a szavakat nem hitetlen emberek mondják. Nem olyanok mondják, akik nem vallásosak lennének ateisták, hanem azt mondja, hogy a teremtéstől kezdve mindenképpen marad. Sőt, ha megnézzük azt, hogy már a pápa is hajlik arra, hogy evolúció létezhetett, akkor még egy szűkebb rétegét vehetjük a kereszténységnek, hogy azok is, mintha csalódnának abban, hogy eddig még mindig nem jött vissza Jézus. És valóban így van, hogyha így gondolkoznánk, akkor beállnánk mi is a csúfolódók közé, de remélem nem ezt tesszük. Eddig minden jövendőlés a Bibliában beteljesedett, ami időjére teljesedett, tehát időhöz volt kötve, dátumhoz, és a többi is mind be fog teljesedni. A világ egyre inkább a világ vége hangulatban van, de még inkább abban lesz, mert félnek a jövőtől. Azt olvassuk Lukács evangélium a 21. fejezet 26. versében, hogy elhalnak a félelem miatt és azoknak várása miatt, ami a föld kerekségére következik. Azért annyi egészséges tudomány még maradt a tudósokban, hogy fölismerjék a Földnek az állapotát, fölismerjék azt, hogy milyen folyamatok zajlanak le, és előre tudják azt is következtetni, hogy hova fog ez kijutni. Hozzonjuk akkor a különböző katasztrófák, fölmelegedések, társadalmi változások. Most, ha csak a mi utolsó egy-két évünkre gondolunk a világban, akkor a migráns kérdés a nagyon égető és megoldandó feladat. Szélsőséges időjárás, első sivatagodás egyrésztről, másrésztről árvizek, most egy hurikán pusztít, stb. Hogyan látom én ezt a kérdést, és tehetjük föl magunknak? Ugye mondhatjuk azt, hogy Jézus jön, és ide nem pontot kellene, hogy tegyünk, hanem fölkiáltó jelet. A kérdőjelről pedig egyértelműen, mint ahogy mondtam is, erről el lehet feledkezni. Mint a imádságban úgy az van, hogy jöjjön el a te országod. Nem tudom, hogy amikor imádkozunk, akkor eszünkbe szokott jutni az, hogy azért is imádkozzunk, amire Jézus tanított bennünket is, hogy jöjjön el az ő országa. Legyen meg az ő akarata, ne csak a mennyben, hanem itt a földön is. Sátának az uralma az legyen semmisé, szűnjön meg, és itt ezen a földön is csak az ő akarata valósulhasson meg. Reménynek mindig meg kell lennie. És tudom azt, hogy édesapámnak is mondták azt, még amikor fiatal volt és szakmát akart tanulni, még a második világháború előtt, hogy hát minek, hát úgyis hamar el fog jönni Jézus. Aztán nem jött el. Mondták nekem is, hogy kár leérettségizni, inkább menjen kőművesek mellé dolgozni, hiszen Jézus máshogy el fog jönni nem sokára. Hát aki javasolta nekem, az is meghalt már és nem él.
Aztán én úgy gondoltam, hogy azért mégiscsak kellene valamit kezdeni, nem tudjuk, hogy mikor jön vissza, és akkor mégis leérettségiztem, és tovább próbáltam tanulni. És akkor eszembe jutott a tanítványoknak a helyzete, hogy ők kaptak egy ígéretet arra, hogy látni fogják azt, hogy Jézus visszajön, és ők a saját életükben várták vissza Jézus visszajövetelét. És meghaltak. És mi van velem? Hogy én várom, hogy Jézus visszajön, és akkor közben ki tudja miért, meghalok. Akkor mi van az én reménységem, és mi van azzal, hogy akkor látni fogom, hogy jön vissza Jézus. És jó volna megírni ezt az időt, és csalódás-e számomra az, hogyha mégsem. Elkedvetlenít engem az, hogyha nem érem meg élve Jézus második eljövetelét. Nem tudom, hogy foglalkoztatok ezzel a kérdéssel a saját életetekben, hogy ez hogy lesz, vagy mint lesz. Reménynek mindig lennie kell, és úgy szokták mondani, hogy a remény hal meg utoljára. És én úgy gondolom, hogy nem tudjuk, hogy mikor jön vissza Jézus, de a boldog reménységet az sose adjuk föl. A Jelenések könyvében olvassuk azt, hogy Jézus azt mondja, az ajtó előtt állok és zörgetek. Nem tudom, hogy beengedtük-e a szívünkbe úgy Jézust, hogy a kopogtatást többet ne kelljen hallanunk, vagy nem halljuk. Nem azért, mert Jézus elment az ajtó elől, és keres máshol bebocsájtást, hanem azért, mert már bejött. Jézus visszajövetelét lehetne így is értelmezni. Hogy nem csak úgy, ahogy olvastam a bevezetőben, hogy ez a felhő megjelenik, jön, és egyre dicsőségesebb lesz, és hogy szivárványnak az íve lesz fölötte, az angyalok ott vannak Jézus körül, és hogy ez ilyen fenséges és dicsőséges eljövetel lesz. Talán egy kicsit kellene úgy is gondolni arra, hogy Jézus kopogtat, hogy Jézus így is eljöhet. Megbocsájtást kér, találkozást szeretne, és együtt szeretne velünk lakni. Beengedni a szívünkbe. Én úgy gondolom, hogy amikor Ádám és Éva vétkezett, akkor utána, amikor megbánták a bűnüket, akkor újból visszatértek lelkileg Istenhez. Amikor a tanítványokban újból föltámadt a remény, és kapták az ígéretet, akkor újból eljött a szívükbe. Akkor később betöltekeztek Szentlélekkel. Beengedték a szívükbe Jézust, Miller Vilmosék, azok az emberek, akik tiszta szívvel elkészültek Jézus második eljövetelére. És úgy kellene lenni, hogy te is és én is beengedjük a szívünkbe Jézust. Ha beengedtük a szívünkbe, akkor megérkezett hozzánk Jézus. És látni fogjuk a visszajövetelét, ha esetleg közben még ki tudja, mennyi ideig pihenni is kell. A Tesszalonikaiakhoz írt első levél, 4. fejezet, 14-től a 18. terjedő versekkel szeretném lezárni a mai együtt gondolkodásunkat. Tehát Tesszalonikai első levél, 4. fejezet, 14-től a 18. vers. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadott,
Azonképpen az Isten is előhozza azokat, akik elaludtak, a Jézus által ővele együtt. Mert ezt mondjuk néktek az Úr szavával, hogy mi, akik élünk, akik megmaradtunk az Úr eljöveteléig, éppen nem előzzük meg azokat, akik elaludtak. Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből, és feltámadnak először azok, akik meghaltak volt Krisztusban. Kiváltságos időkben élünk, amikor, és történelmileg nagyon fontos, mindegyik szakasza természetesen a megváltás történetének, de az, amikor Jézus visszajön másodszor, az is az egy különleges időszak, amikor a gonoszság történelme befejeződik. És jó ebben részt venni, kiváltságos dolog, hogy ebben a szakaszban élhetünk, de én úgy gondolom, hogyha lelkileg beengedjük Jézust a szívünkbe, akkor mindannyian élve fogjuk meglátni Jézus visszajövetelét. Itt van az ige, olvastam, hogy akik élnek, nem előzik meg azokat, akik meghaltak. Föltámadnak, és együtt nézik végig azokat az eseményeket, amelyeket olvastam, és még talán ezt a szakaszt felolvasnám, hogy további reménységet öntsön a mi szívünkbe. És ez a jövendő, és ez fog beteljesedni, amit szeretnék olvasni. Nem sokára megjelenik keleten egy kicsiny, fekete felhő. A távolból sötétnek látszó felhő körülveszi a megváltót. Isten népe ebben a felhőkben felismeri az emberfia jelét. Ünnepélyes csendben figyelik a föld felé közeledő, egyre fényesebb és egyre dicsőségesebb felhőt, míg nem nagy fehér felhő lesz belőle, amely megemésztő dicsőségként fénylik. Felette a szövetség szivárványa ível. Jézus hatalmas győzőként lép elő. Most nem a fájdalmak férfiaként jön, hogy kiígya a szégyen és szenvedés keserű poharát, hanem a menny és a föld győzteseként, élők és holtak bírájaként, aki hív és igazságos, aki igazságosan ítél és adakozik. Kívánom mindannyiunknak azt, hogy ez a reménység éltessen bennünket az, hogy Jézus eljövetele nagyon közel van, éltessen bennünket az, hogy élve megláthatjuk az ő visszajövetelét. És hogyha nem így lenne, akkor is, ha szívünkben van Krisztus, akkor föltámadás után látni fogjuk. Adjon nekünk ez mindig reményt, minden élethelyzetben. Amen.